Hogyan épül fel egy mély család? Mert szerintem mindenkinek régen volt az általános iskolai biológia óra, és arról még így vannak fogalmaink, hogy vannak a dolgozók, meg vannak a királynő, de hát azért ennél biztos, hogy izgalmasabb a családi élet. Igen, hát majdnem erről szól. Igen, egy, egy kaptárban egy család van, a nyár közepén kb. 40, 40 és 80 ezer fős egy család, annak egy, egyetlen egy anyja van, és a dolgozók azok mind nők, tehát mi, mindegyik nőnemű a méhecske, és vannak a herék a férfiak, akik, ö, akiknek a munkája vizet hordanak, ilyen mellékeszerepeket szerepeket kapnak. kisegítő a a, személyzet? Ki, igen, igen, ők a kisegítő személyzet, igen. Ö, egy mi anya kb. ilyen három-négy évig él, és tudni kell róla, hogy amikor ki ott a harmadik-negyedik harmadik, napon kirepül, és akkor párzik a herékkel, egy ilyen 20 herével kb. párzik, és utána elraktározza magába mindent, amit ott megkapott, és utána élete végéig ezek minden nap ugye a petéket lerakja, és naponta tud 1500 petét is lerakni. És ilyen három éven keresztül így nyaranta, így fiasít, tehát így petéket rak le. De ez, de... igen, tehát kezdek, kezdek bele sápodni ebbe a dolgokba, de... igen, a, igen a, a hát a dolgozók azok ugye hordják a, hordják a nektet, gyűjtik a nektárt, a etetika, etetik sejtekben a kis petéket, amikből majd kifejlődnek a, a méhek, plusz az anyát, anyát kényeztetik. Tehát, hogy amikor az anya megy és potyogtatja a tojásait, petézzik, akkor egy ilyen még koszorú veszi őt körül. És így simogatják, etetik, a dolgozók hordják a mépempőt. Amúgy, tehát ugye a mépempő egy nagyon értékes dolog. Minden méhecske három napig mépempőbe fürdik a sejtbe. És utána, utána pedig a dolgozók, a dolgozók azok több mélypempőt nem kapnak, viszont az anyák, tehát hogyha anya, anya ami, ö, szaporulat van, azt végig ö, 16 napig ö, mélypempőbe fürdik. Egy királynő 16 nap alatt kell ki, egy dolgozó 21 nap alatt, és egy, egy helyre pedig ilyen 23 nap alatt. Te és ennyire begyorsítja a mélypempő a, a fejlődést? Igen, igen, igen meg a családnak szüksége van az anyára, tehát muszáj neki kikelnie, és úgy van, hogy kb. Ö, tehát nyáron olyan 6 hétig élnek a méhek, kivéve ugye az anyát, és ö, szeptemberben, vagy mert a nyár végén így elkezdődik a hereűzés, amikor a, a herékre már nincs szükség a kaptárban, és kiűzik őket a dolgozók. És szegények elpusztulnak, ö, elpusztulnak, mert, mert nincs élelem, maga tehetetlenek lesznek, és egész télen úgy, úgy van a kapter, ugye a kaptárban nem alszanak a méhek, ott van a, mé, a méhanya, és egy ilyen kis fürdbe körülveszi őt a, a mé, méhek, és hogyha mínusz 10 fok van kint, akkor is őt mindig melegítik, és ilyen rotálnak a méhek az anya körül, és úgy melegítik egész télen, hogy életben maradjanak, és ezek a téli méhek, ezek ugye pár hónapig így, így életben maradnak. És túl, tényleg ne, soha nem kell őket melegíteni valami, vagy nem, fel, védett, helyre, védett helyre vinni? Nem, nem, nem. Hát van, amikor persze így letakarjuk egy picit őket, de nem, nem, mert hát ezt ők megoldják. Amúgy a kaptárakban olyan 35 fokot uh, tartanak. Belihegik a véhecskék a kaptárokkal? <sínt> Szárnyukkal. Vagy fűtenek, vagy fűtenek.